Az elmúlt év tavaszán nyílt meg a Bocskai sportpálya mellett a Városi Szabadidőpark, mely számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít a különböző korosztályok számára. A terület lehetőségeinek mértékéig a parkban végezhető sportolási, szabadidős tevékenységek bővítéséről dr. Kovács Gergely alpolgármestert kérdeztük. ...2019 tavaszán nyílt meg a Városi Szabadidőpark, mely számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít a különböző korosztályok számára. Most júniusban a polgármesteri hivatal a közösségi felületekben egy felhívást tett közzé, melyben arra kérik a város lakosságát, hogy javaslataikkal segítsék elő, hogy az igényeknek leginkább megfelelő funkció, sportolási és szabadidős tevékenységek kerülhessenek megvalósításra a terület lehetőségeinek mértékéig. Erre a felhívásra az elmúlt egy hónapban több mint 70 javaslat érkezett be. Először is azzal kezdeném, hogy nézzük már körül, tehát hétköznap van 3 óra, és még most is elég sokan itt vannak, igaz, hogy nyár van, nincs iskola, vakáció, de mégis látszik, hogy ez egy valóban jól sikerült beruházás volt az előző városvezetés részéről, amit nagyon nagy kedvelés aktivitással használnak a gyermekeink. Ezt köszönjük, viszont mi azt látjuk, hogy nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van ebben a területben, és emiatt gondoltuk azt, hogy a ígéretünk összében a lakosság elsősorban a fiatalok bevonásával szeretnénk egy közvéleménykutatást tartani arról, hogy a gyermekeink mit tartanának indokoltnak, illetve a szüleik mit tartanak indokoltnak, mivel bővüljünk. És azt tudom mondani, hogy nagyon nagy aktivitást mutatkozott a javaslatok terén. Több mint 70, azt hiszem számszerint 77 darab javaslatot kaptunk. Néhányat levélben, de a többséget e-mailben, illetve a modern kort kihasználva Facebook oldalunkon kommentekben érkeztek még javaslatok. Ezt a hivatal illetékesei összegyűjtötték, és döntés előkészítették. Azt tudom mondani, hogy alapvetően a 77 javaslatból volt nagyon sok visszatérő elem. 3 csoportba lehet összességében csoportosítani, az egyik a játszóteremek bővítése. Talán a legtöbb javaslat erre irányult, itt a legtöbb visszatérő elem a különböző korcsoportoknak a hinta, homokozó, libikóka és egyéb játszótér elemek voltak, lehetőség szerint valami árnyékolási lehetőséggel bővítve. A másik nagyobb csoport az a sportolási lehetőség bővítésére irányult. A legnagyobb ívű javaslat egy új, ehhez hasonló dühöngő kialakítását tartaná fontosnak, és hát nem is tudunk ezzel sem vitatkozni természetesen, illetőleg szabadtéri kondipark kiegészítés és egyéb sportolási bővítéseket kértek, röplabdaálló, tollastabdaálló rengeteg volt. Fontos volt még a közvetítési lehetőség bővítése, padok, személygyűjtő edényzetek, világítás, illetve a hátsó részre kértek nagyon sokan, főleg szülők. Ez inkább szülői kérés volt, egy mosdót kézmosási lehetősége. És talán ide sorolható még, ami nem konkrétan a szabadidőpark funkcióhoz kötődik, de mégis nagyon fontos. Látjuk itt, hogy a gyermekeink mennyiszer pizzával, hamburgerrel, kólával mászkálnak. Sokszor ide rendelik a pizzát is, és felmerült részük körül is, és a mi részünkről is az az igény, hogy jó lenne valami fajta büfé lehetőséget is biztosítani, ahol tudnak egy üdítőt meginni, talán egy pizzát elfogyasztani. Ezzel kapcsolatban is jó híreink vannak. Itt a klubot üzemeltető, a Garden klubot üzemeltető vállalkozó ugyanis elvállalta és jelezte, hogy itt egy héten belül meg fog nyitni egy ilyen presszó jelleggel egy büfét, ahol lesz lehetőség üdítő, kávés, rákcsálni valók elfogyasztására is. A pontos kínálattal majd ő fog előrukkolni, tehát erre még nem rendelkezünk pontos információkkal. Ami pedig minket illet, tehát összegeztük a javaslatokat, és arra jutottunk, hogy az önkormányzat teherbíró képességét figyelembe véve első ütemben a legtöbbször felmerülő játszótéri lehetőségek bővítésével tudunk most mit kezdett az idejében. Erre készítettünk javaslatot a képviselőtestület elé. Ebben szerepelne összességében
két-két darab lapuléses és bölcső sinta állványa, ami azt jelenti, hogy összesen kócsoport, két kócsoport összesen egyszerre négy gyerek tudna hintázni, emellett lenne egy szerintünk itt nagyon szükséges baba-mama hinta, ami még viszonylag kevés van itt a környéken, városunkban még ilyenről nem tudunk. Egy libikóka és egy hatszögletű homokozó árnyékolással szintén telepítésre kerülne a tervek szerint. Az, hogy ez pontosan hogy néz majd ki, milyen anyagból készül, erről majd a képzőtestület fog dönteni, de alapvetően a javaslat ezekre a játszótér eszközöknek a telepítésére vonatkozik. Több lépcsőben kerülnek ütemezésre a bővítési tervek. Az ütemezés úgy néz ki, hogy először ugye nyilván dönt majd a képzőtestület a jövő héten, majd pedig a hivatal a beesesztetés után megrendeli a szükséges eszközöket. Ez kb. Két hetet vesz majd igénybe, és ezt követően még 5-6 hetet kell majd várni a játszótér eszközök telepítésére. Úgyhogy én most azt mondom, hogy optimális esetben szeptember első felében már ezeket birtokba vehetik a szülők és gyermekeik.